Elindult a szabadtéri strand szezon Nyíregyháza Sóstón. A tófürdő már május közepe óta nyitva tart, a parkfürdőt pedig múlt hét péntek óta látogathatják a csobbanni vágyók. A strand üzemeltetését végző társaság minden évben alkalmaz diákmunkásokat is. Idén sem lesz ez másként, számos feladatkört meghirdettek a nyári szünidő idejére. Gyakorlatilag mi egész évben alkalmazunk diákokat szükség szerint. Vannak ugye a szezonon kívüli időszakban is terheltebb hétvégék, amikor több a vendég, több kéz kell a vendéglátásban, vagy éppenséggel a fürdőszolgáltatásban, úszómesterként, vízőrként, takarításnál igénybe tudjuk venni a diákok szolgáltatásait, vagy éppen a vendéglátás területén, büfében, egyéb helyeken. És így van ez a nyáron is, nyilván nyáron, meg a felkészülési időszakban azért megnövekszik az igénybevételünk a diák munka tekintetében. Nem csak diákokat, hanem nyugdíjasokat is szoktunk egyébként alkalmazni, és több szervezettel is kapcsolatban állunk, akik közvetítik hozzánk a diákokat. Úgyhogy gyakorlatilag nyáron azért egy emelt számban vannak nálunk a diákok. Ennél a nyíregyházi iskola szövetkezetnél is nyári diákmunkára jelentkeznek éppen. A tapasztalatok itt is azt mutatják, hogy nyáron a fürdők által biztosított feladatkörök a legnépszerűbbek. Az iroda vezetője azt mondta, a 18 éven aluliak számára főként gyárban végzett könnyű fizikai munkát, árufeltöltői pozíciót vagy call centeres értékesítési feladatkört tudnak biztosítani. A 18 éven felüliek számára már szélesebb a kínálat. A diákok tudnak gyakornoki pozíciókban dolgozni, különböző IT, HR, műszaki területeken gyakornoki pozíciókat ellátni. Itt ugye azért vannak előnyben a diákok, mert amikor ilyen pozíciókban dolgoznak, utána a partnereink akár fel is ajánlják nekik, hogy dolgozzanak náluk a továbbiakban. Illetve 18 év felett vannak a strandos munkáink, ugye úszómester pozícióban, csúszdaindító pozícióban, területi kis segítés, ahol a parkot gondozzák a diákok, illetve pénztáros pozíciók a strandokon. Ugye most a szezon alatt ez a legtrendibb diákmunka, a strandos munkák a megyében több strandon is, illetve 18 év felett is gyárakban is van lehetőség, áruházakban, árufeltöltő pénztárosi pozíciókban, call centerekben, szezonális munkák, különböző konzervgyárakban, nagyon sok lehetőség van a fiataloknak mostanában. Az adatok egyébként azt mutatják, rekord közeli érdeklődés van a nyári diákmunka lehetőségek iránt az iskola szövetkezeteken keresztül. Hamarosan azonban az állami diákmunka program is kezdetét veszi, mondta el megkeresésünkre Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Június 15-től ezt a nagy sikerű nyári diákmunka programot, amelyet minden évben most már ugye lassan 10 éve hirdetünk, újra fogjuk indítani. Ez nagyjából 3,5 milliárd forintot jelent, és mintegy 26-27 ezer diák maximum két hónapos foglalkoztatását veszi lehetővé. Elsősorban önkormányzatokon keresztül, de egyébként turisztikai és vendéglátásban működő foglalkoztatók is jelentkezhetnek. Jó hír a dolgozni vágyó fiataloknak, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével a diákmunka óradíjai is emelkedtek. Ráadásul a 25 éven aluliak SZJA mentességének köszönhetően a tanulók is nettó bérért dolgozhatnak a nyár folyamán.